ha érdekesnek találtátok, jópofának ezt a videót, akkor írjátok meg azt is, hogy csinálja meg a másik részét, megbálág. Ez a beszél ma nem megy. Sziasztok! Ebben a videóban 10 furcsa dolgot, lehet, hogy többet. Szóval néhány furcsa dolgot fogok magamról megosztani, hogyha érdekelnek ezek, akkor mindenképp maradj velem. Amikor először eszembe jutott ez a videó téma, akkor egyből egy dolog, vagyis 10 dolog, vagyis 8 dolog, mert csak 8 ujjammal van problémám, jutott az eszembe, méghozzá egy deformitás, hogy minden egyes ujjam görbe, méghozzá nem kicsit, és lehetőleg mindegyik más irányba, ezek erre, a kettő, ezek pedig a másik irányba görbülnek. És anya azt mondta, hogy már a kiflis volt a kis ujjam a pólyába is, aztán ez egyre durvult, és hát most már úgy néz ki a kezem, mint valami boszorkánynak valamelyik jó kis meséből. A következő dolog az az, hogy nem tudok biciklizni. És ezen gyakorlatilag mindenki ki szokott akadni, kivéve aki látta a diszlexia videómat, amiben már erről beszélek, hiszen ez is egy tünet, ugyanis koordinációs és egyensúlyi problémák járhatnak a diszlexiával, vagyis az lehet az egyik tünetük, és hát ez nekem van. És nem megy ez az egyensúlyozós koordinációs téma sajnos, és mindig óvatos duhaj voltam, illetve próbáltam leplezni a hiányosságaimat, úgyhogy a biciklizésről hamar kiderült az első BMX-em megvétele után, hogy ez nem fog menni, és nem akartam plezúrokat, nem akartam törött kart valószínűleg, illetve nem akartam lebukni, hogy ebbe is pancser vagyok, úgyhogy nem tanultam meg biciklizni, de szerintem azért, ha le is maradtam valamiről, az nem egy életveszélyes dolog, sokkal nagyobb probléma, ha az ember nem tud úszni, hiszen vízbe belül lehet fulladni, biciklizés hiányában még nem halt bele senki, úgyhogy ezzel szoktam magamat vigasztalni, de nyilvánvalóan tudom, hogy nagyon sokat és elég nagy dolgot tudok veszteni ezzel, valószínűleg már nem is fogok megtanulni, de hát ki tudja, mit hoz az élet. A harmadik dolog az pedig, hogy jól biliárdozok, ami annyira nem lehet izgalmas dolog mások számára, nekem az, mert nem mennek általában ezek a labdajátékok, vagy amiben bármilyen kerek dolog van, de a biliárd valamilyen furcsa módon megy, és valahogy én látom a vonalakat a pályán, amerre menni fog a golyó. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezzel rengetegszer nyertünk alkoholtartalmú nedüket a bulizásaim során, hiszen azt gondolták, akik kihívtak minket biliárdozni, hogy a kis szőke csaj az hihetetlen pancser lesz, ezt egy darabig hoztam is, és utána megnyertünk minden fogadás tárgyát, úgyhogy ez egy tök jó élmény volt számomra mindig, viszont cserébe nem tudok csocsózni. Negyedik, hogy botfülem van, tehát a zenei hallásom az ugye a nullával egyenlő, nem tudok egy ritmus se visszatapsolni, illetve tényleg annyira fals, ahogy énekelek, hogy csak na, de ha már botfülem van és ha locsolnánk, kicsirázna, legalább szép, legalábbis azt szokták mondani, nem tudom. Sokra mész egy szép füllel, gyakorlatilag semmire. Úgyhogy, hát igen, itt is vannak hiányosságaim, de ahogy idősödöm, egyre inkább a hiányosságaimat kezdem el szeretni. Úgyhogy ez van, ezért vagyok úgymond különleges. Az ötödik pont pedig, hogy minden étteremben kipróbálom a tatárbifszteket, ugyanis úgy gondolom, hogy ez jól prezentálja, hogy hogyan is fűszereznek az adott étterembe, hogy milyen maga az étterem, és ez a gyengém igazából a nyers, darált hús, és amint meg szoktak lepődni a pincérek, hogy én nem eszek hozzá kenyeret, pirítust, hanem zöldséggel, vagy akár totál magában belapátolom egy villa segítségével, és imádom egyszerűen. Tudom, hogy most hatalmas divat vegánnak lenni, de én nem vagyok az, és se divatból, se semmiből nem fogok ezen változtatni. Teszek mást, szerintem elég sok mindent a környezetvédelemért, és ennyiről nem tudok lemondani, sajnálom. Ha már étkezés, akkor mondjak valami furcsát. Én a teát, az Earl Grey-t, azt minden esetben teavajjal szoktam inni. Ezt már lehet, hogy valahol említettem, de szerintem ez furcsa, meg szoktak rajta lepődni. Imádom amúgy a teavajat, tehát ezeket a margarinos kenyereket én soha nem eszem meg.
viszont ha tea vaj van, akkor átsáblok a kenyér felé, illetve a hajában sült krumplit imádom még tea vajjal, és a teát. Ez van, egy picit beleteszek, ráadásul tök jó, mert a tea, illetve bármilyen koffeines ital, mondjuk a kávé, ha vaj kerül bele, akkor sokkal hosszabb a hatása, tehát sokkal tovább pöröksz aznap. Ez a golyóálló vagy zseni kávéjának nevezett nedűnek is a titka, úgyhogy ha azt még nem ismeritek, akkor keressetek rá, kialakító zseni kávéja, és ki fogja adni a kis receptet, amivel a tavaszi fáradtságot el tudjátok űzni, ja, és egy kis kókuszsír kell még hozzá. Szóval tök egyszerű, egyébként finom, úgyhogy próbáljátok majd azt is ki. Egyes dolgokban nagyon puritán vagyok, például imádok mezítláb járni, de tényleg annyira jó érzés, és rendszeresen kapok papucsot, mert ugye itthon mezítláb mászkálok. Imádom is a papucsokat egyszer felvenni, aztán soha többet gyakorlatilag. Úgyhogy ez van, szeretem érezni a lábam alatt a különböző textúrákat, nagyon szeretek a fűben is mezítláb mászkálni. Egy kicsit majom vagyok szerintem ilyen szempontból. És az ezutáni ilyen furcsaság is, hogy ha lehet választani a székre üljek vagy a földre, akkor én biztos, hogy a földön fogok tanyázni, és sokkal jobban érzem magam ott. Nagyon szeretek szobában piknikezni, úgyhogy lepakolom mondjuk a földre a kaját, ugye leterítek valami kis plédet, és úgy eszek. Úgyhogy igen, szeretek a talaj közelében lenni, és a talajjal érintkezni valamilyen formában. Általában, de nyilván minden egyes ilyen stresszes helyzet más, de általában para helyzetekben nem szoktam leblokkolni, hanem én vagyok az, aki a legaktívabban teszi a dolgát, és próbálja megoldani a helyzetet. Tavaly nyáron volt egy nagyobb baleset itt a környékünkön, én voltam az egyik első, aki lerohant, a kocsiból segítettem kiszállni a sérülteknek, és csináltam a dolgomat, amit ugye ilyenkor meg kell tenni, viszont amikor lement ez az egész, akkor én gyakorlatilag leblokkoltam, és amikor kérdezgettek a rendőrök, hogy mi, hogy történt, akkor gyakorlatilag a nevemet nem tudtam elmondani. Megkérdezték, hogy mi a címen, mutogattam a házra, anyukám nevje helyett a sajátomat mondtam be, szóval én utána blokkolok rá, amikor lement az a nagy tenni való a vállamról, és amikor úgy már megnyugodhatnék, nekem akkor borul ki az a bizonyos bili, és akkor omlok össze, úgyhogy ez egy hát részben pozitív, részben negatív helyzet, viszont az egy örömteli dolog, hogy ilyenkor legalább tudok cselekedni, legalábbis eddig minden ilyen esetben tudtam. Remélem, hogy az életben többet nem lesz ilyen helyzet, és nem kell megtapasztalnom az ilyesmit, de ez is egy furcsaság, mert általában pont fordítva kéne, hogy legyen, és a para helyzetben úgymond leblokkolni. A következő az pedig a tizedik, az, hogy eszméletlen gyorsan eszek. Két öcsém van, ikrek, és rettentő sokat esznek, úgyhogy valószínűleg ez a farkas törvény, ami itthon van, ennek köszönhető, hogy én nem tudok lassan enni, és ha elmegyünk egy étterembe, én már leraktam a villát, amikor más gyakorlatilag felvette. Nem tudok, még ha arra koncentrálok, akkor sem lassítani az evésemen. Túlélésre játszottam, sikerült, mint látjátok. Úgyhogy, hát igen, bármelyik evős versenyt megnyerem. Remélem, tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor lent like, meg feliratkozás, meg mindenféle, ha pedig nem, akkor csodálkozom, hogy még itt vagy, de ha itt maradtál, akkor is írd meg, légy szíves, hogy neked milyen furcsaságaid vannak, fura szokásaid, fura tények rólad, nagyon szívesen olvasom az ilyesmit, és ha szeretnétek, akkor csinálok egy második részt, ugyanis így gyűlnek már ezek a furcsaságok, hiszen még van pár, nem vagyok szerintem egy szokványos darab, úgyhogy szívesen csinálok erről még videót, szerintem ezek a tények általában emberközelibbé teszik a másikat, és rájövünk, hogy senki sem tökéletes, és ezért is szórakoztató minden ember, hiszen annyira különbözőek vagyunk és érdekesek.
bár én nem vagyok annyira érdekes, de különbözőnek különböző vagyok. Na mindegy, legyen nagyon-nagyon szép napotok, és sziasztok!